Sok postaláda már most az adventi kedvezményeket hirdető reklámújságokkal van tele, és az ünnepek közelettével a boltokban is napról napra érezhető a forgalom megélénkülése. Nem ritka, hogy valaki már novemberben megveszi a családnak vagy ismerősöknek szánt karácsonyi ajándékot. A becsomagol dolog aztán heteket pihen a szekrényben, várva arra, hogy kibontsák. Kipróbálás nélkül azonban csak ekkor derül fény arra is, ha rosszul működik. A békéltető testület éppen ezért azt javasolja, teszteljük megvétele után az árut azt tudom ajánlani, hiába karácsony ajándéknak vettük, finoman bontsuk ki, és három napon belül próbáljuk ki. Ugyanis ha három napon belül kiderül, hogy a termék hibás, azaz nem működik rendeltetésszerűen, akkor ha három napon belül visszavisszük az áruházba, akkor köteles kicserélni. Tehát itt ebben az esetben nem lehet javításról beszélni. A vállalkozásnak mindössze annyi a feladata, hogy meg, Nézze azt, hogy valóban nem működik-e a készülék, és tovább nem viz, vizsgálódhat, hanem adnia kell egy ugyanolyan másik terméket. Arra az esetre pedig, ha a méret nem stimmel, vagy nem tetszik majd a megajándékozottnak a termék, próbáljuk a vásárláskor írásban rögzíteni, hogy lehetőség lesz a cserére, ha mindez kiderül. Ehhez persze teljesen új állapotban kell visszavinni az árut, és szükség lesz a vásárlás tényét bizonyító dokumentumra is. Ez lehet egy számla, lehet egy blokk, lehet egy nyugta, tehát mindenféleképpen valami olyan módon, amin rajta van az, hogy mikor vásároltuk, mit vásároltunk, mennyiért vásároltuk. Ugyanis ha ezt bizonyítani tudjuk, és ne isten, nincs jótálási jegy, akkor még ennek a blokknak vagy számlának a... Ö, ö, ha a kezünkben van, akkor még a jótállásunkat is tudjuk érvényesíteni, mert ezzel igazoltuk, hogy valóban olyan terméket vásároltunk, ami ebbe a körbe vele tartozik. Az a viszont érdemes tisztában lenni, hogyha nem hibás a termék, a kereskedőnek nem kötelessége kicserélni azt, valamint személyes vásárlásnál az online történővel ellentétben a 14 napon belüli elállásra sincs lehetősége a vásárlónak.